Hello mindenkinek, én Reptál vagyok, és ez itt egy különleges motorkámat X-Tower Challenge lesz. Mint láthattátok a képből és a videó nevéből, ma szinte el fogjuk végigvinni. Hogy ez hogy lehetséges? Hát, egy kicsit mozolgattam most a játékot, kicsit utánéztem, hogy hogyan lehetne vele játszani, és sikerült. Kérdezte ti, akkor most hogy csodán látjátok a képernyőn. Most ez úgy lehetséges, hogy szinte tud le játszani, hogy egy másik karakter helyére, vagy egy másik karakter skinjére rakjuk bele. És én, vagyis ha letöltöttem, az kitalán volt, és neki a másodlagos kinézetére ráraktam ezt a ruhát. Ha jól látom, nem lesz ellen kitalálni egy szerencse, mert ugyanabb bedben, hogyha ugyanabb a skinben jönnek kitalál. De most egy kiválasztok, addig már szinten lenne, és két szinten van, akkor kifagy. Értitek? Szóval ki is választom. Van egy olyan furcsasága ennek a módnak, hogy valamelyik valamelyest kiválasztok, akkor megkapod a képességeit. Na én ezt nem akarom. Tehát ha valójában választom ki, akkor nem kapod meg. Medium, azt mondom. Igen, az a vita, hogy nincs nehéz végigvinni szintelre, mert hogy mondjam, mint a gép így nem akarom belejátszál. Nagyon ellene van. Annak ellenére megint egy jó szintel. És ebből láthatjátok, hogy nem csak vele lesz végigjátszás. De igen, elefelé nem tudnak vele beszélni. Nagyon komolyanak szintelnek. Jó, hogy 900 képest nagyon megvált. Annyira is nem váltatok meg. Ugyanak a mozdulatok vannak. Csak egy-két dolog váltatok. Például jelzik a hajjákapálós mozdulata, ami nagyon kár. Én nagyon szeretem hozzá ezt a képességet, mert beszélésen is egyébként is azt is talán a legtöbb beszél, vagyis a 9-be. Itt talán most el is ebből a legtöbb beszélni, ami 1-9%, szóval nem van sok. Egyébként tudni kell, hogy ezekről a módokról, hogy nem tudunk X-ért, nincsen kivégzés, de szintet sem lehet kivégezni. Nem tudom most jól, vagy nem. Mert szintén az a gond, hogy nagyon kicsik a mozdulata, jó, hogy mondjam. Bár meg sem kis lehetőt csinálni, ami egy szerencse. És most nem tudom, lesz a végén, ahogy most kitalán egy lébefejezését fogod mutatni, vagy egyszerűen kifagy. Mit tudom, hogy próbáltam, én nem tudtam tudni, hogy sinákon, kompletes sinákon. Ami lehetetlen volt szintén végigmenni úgy. Most házra sikerül. Ha nem, akkor csak kivágom. Úgy már nyisztel láttátok, hogy de kompletes sinákon pépé velem. De amúgy következő Predator lesz, ha valaki érdekel. Azt hiszem, most lett belőle egy új film is. Ragadozók. Bár nem, amikor az egyik a Predator-os filmek, de mindegy. Mondom, nem tudom annyira túl sok filmet nézni. Túl egy köpe is. Remek. De mondom, úgy mint egy rendes karakter, csak egy kidolk nyelzi belőlük. Ami nagyon hiányolok az, hogy tudjátok, hogy nagyon mozdul, hogy mindjárt megcsinálok. Ez, hogy előtte nem lehet köpni.
Én is szerettem, hogy nem tudom, hogy csütörtök ilyenkor vele, vagy nem tudom, hogy sikoltok vele, nem tudom, ilyenkor mit csinálsz innen, és akkor pont elkapja. Már ilyet nem szállunk. Most fekszünk kérek egy csinálunk, mert a befelező mozgató az olyan lenni, mint kitanáljai. Szóval előveszi a legezőket, és akkor így táncol velük. Vajon nem tudom, mit csinál vele. Következően elfogjuk felra, és troll lesz. Egyébként visszatérve az mutatáshoz, próbáltam skineket is berakni, de valahogy nem működött. Csak úgy működne, hogyha az alapskint megváltoztatnám, de én azt nem akarom. Én hozzáadni akarok többet, nem megváltoztatni. Szóval értitek. Ez a mozdula. Akkor sikerülni. Tessék egy szájbarukos mozdulat meg, csak neked várható. Igen, még valami mozdulat így kitörje a nyakát, vagy nem tudom miért. Mint hogy ez a hajával ütne. De így van, szinte itt nem tudod használni a haját. Már a dobás az tök jó. Most nem tudom, miért egyszer tartani, és kérdezzétek. Miért ne? Na, nem tudom, dobás a tök jó. Ilyen. Bár úgy olyan, mint a másikba, aki nem vede. Jó. Jó. Még úgy lehet fel zónázni. Lesz neked. Amúgyban úgy sorra ritkán csinálok action kill, mindig brutality nem megyek, vagy rendes kivégzése, vagy egyszerűen csinálok semmi se. Most csinálok action kill-t is. Lukeng a következő ellenfelünk. Igazából annyit vettem észre, hogy akik a Combat Pack 2-vel többen, azok tudnak beszélni a NPC karakterekkel, csak úgy beszélnek vele, mint a ilyen pillanatban kitanál lenne. Mert lehet azért, mert ezek a módok úgy vettek ki, hogy nem is bekerült volna a Cell. Gondolom szakartanak, köpni akartam. Igen, ez egy elég jó mozdulat. Bár sokat nem veszem, de most legyik külön. Igen, szintenek igen kevés a sebzése. A legnagyobb kombó, amit tudtam bele, az egy 32%-os. Ami most bejön, akkor most megcsinálom nektek. Igen. Olyan nehéz, mert szintenek nagyon gyors ez a kézős mozdulata. Ezek mondjuk 32%. Nem tudom, sorban én nem próbálgattam szinte, de ettől többet nem lehet tőle sebezni. Vagyis nem láttam. Ha egy gyere már ide, ne ugrál oda vissza Liu Kang. Szóval most egy kicsikét örülök, hogy ezért tudok vagyok is játszani. Nem mondom, hogy a játék milyen is óta, vagyis mióta megvan a játék, én azóta akarok vagyok játszani. De vagy most jutottam arra a szintre, hogy igen, tényleg akarok, hogy nem csak nézni őket, hanem most játszani is velük. Akkor én elég délután rá, mert hogy tudom őket használni. De megérte. Vagy innen. Új, mi? Igen, amikor az a... Zállítva nem, de amikor játszott egy más karakter, akkor az alsúgás az viszont gyors volt. Igen, elég jól lesz tenni ezt a mozgatot. Négyszer össze meg lehet csinálni.
Szerintem még te megett az egyik lábát. A másik bal haját simogatta, olyan tudom, mit csinált le. Igen, ott elkaptam egyszer legőrből, és akkor jut 32, de szerintem ez se rossz. Igen, ebben jó mozdulat nála. Ez a kétszer így, de egyszer belerúg, utána feltérő, tehát olyan gyorsan mozdulatot csinálni, hogy csak nézek, hogy én első azt hittem, akkor a felfelé nyomtam, hogy ez hozzátartozik a kombóhoz. Utána néztem, hogy lehetett hátra is ugrani, vagy meg előre. Utána néztem, hogy lehetett más mozdulatok, akkor mondod, hogy ilyen gyors lenne. Nem is tudom, hogy hívják ezt, hogy a mozdulat után milyen gyorsan tudsz reagálni, vagy valami ilyesmi lenne. Igen, ez még ilyen olverhezes lett. Ami nem rossz annyira. Ó, persze minden megjel, nem? De nem bízik az útba. Nos, esélytem úgy, ezt a mondatot még csináltak meg úgy, hogy elrepült tőle. Ezt, már ezt. Tudom, de a kezdetben háromszor meg tudtad egymás után csinálni. Már most nagyon előnyen után tudsz mozgatni a csenegyből. A kezdetben nem lehetett. Ó, és tényleg komolyan? Mert erre nem számítottam. Ja, igen, még egy rossz tulajdonság, ha ez a mondta, hogy karaktertnek úgy nincsen hangjuk. Hát, most láthatjál meg. Mert nem tudsz, hogy van el hangjuk. Menj már innen. Ah, nem ezt kell tenni, hanem meg kell tenni, hogy tenni időjével. Ja, ah, nem lehet tenni legidőjével, mert nem tudja elővenni. Nem kitenem. Na, Tribal jön. Na, azt hiszem Tribal tud belebeszélni. Vagy amikor vittem vele a múltkor a terempet, vittem a tornyot, akkor Tribal tudok belebeszélni. Ez szinte azt nem válaszolt vissza. Nem. Na mindegy. Hát mert nagyon így tetszik ez a távos mozdulat. Csak így jobb érezteni vele. Vagy meg tudtam tudni. Na, most igen, elég 14%-ot, ezt még több is megcsinálni. Hogy veszük a legjobb mozdulatot az internet felett is? Azt kell mondanom. Bár egy évben is szeretem kérdezni ezt a felett is szinte, hanem olyan vicces, hogy így feltökja a kezeivel. Szerintem ugrálnak, hogy akkor jobb itt azt nem lehet csinálni, igen. Szóval, annyi is nem kellett, nem értem szólt. Értem szólt, hogy már megdöglöttél. Na, a smoke, a kinyitó smoke-ot. Good job. Elég azt kell mondani, hogy tűnhetően menjünk szintellel. Ez még nem látta be annyira ellenünk az ellenfelek. Bár mondom, hogy Goltes Ráknál lesz a igazi nagy bökkenő.
Hát, megpróbáltam ellen menni szintellel, és nem tudtam legyőzni. Itt a közösen ellene jön a győztek. Főleg így, hogy nem tudjam. Tehát kicsit lassú lenne szintel, vagy nem tudom. Látszik rajta, nem természetes karakter, mint a többi, hogy nincs ilyen olyan fácsak benne. De attól jól vele játszani, azt kell mondanom. Nem már innen. Ügyes voltam, nagyon sport ilyen. De szép volt. Bár nem azt akarod, de szép volt. Na, köszi. Ha nem akartam megfutni. Á, megpróbáltam, hogy corner combo, de nem szedül. Na mindegy. Smoke-kal intézünk mindenkit. Igazán most azok gondolkodok, nem van a sztori módos tánya, hogy az a végvigyem el. Hát én meg a tányában volt egy videó, hogy volt elején a 6-7. Résznél, de igazából teljesen más mozdulatai vannak ezek a tányának. Azzal próbálkoztam, nem tudom, ilyen 30-valány százalék sikerült vele is. Hát, nem több, azt kell mondanom. Remélem, pont belefutottam a kezedbe. Így van. Nem csinálom ki ezt. Nem csinálom ki ezt, mondom. Nem. Bár most ki fog nézni ezeket meg. Nem. Egy ilyen szünet nincs, akkor nem mozdulta is se. Amikor nem mozdulok. Kózaték volt. Igen, szinte sok minden átmegy, mert elég alacsony karakter. Vagyis kicsire csináltál. Ó, persze, akkor ennyit csatod. Nézzed meg. Most hányszor akkor megcsinálni azt a ugrálmát? Jó, most kivégezünk. Vagy lehet az a gond, hogy Szindel mozgató, de nagyon gyorsan felkelnek. Vagyis én most azt vettem észre, hogy megcsináltam a szívét, hogy segbe rúgja, és felpattam, és semmi is történt volna. Ilyen színek. Na, gyere te, kapasz mennyiség. Sok kéte, amit most csinálta az előtt, mutatom. Igen. Elfejtünk a sinát a hallgató, úgy kidolnál, hogy az egy fájdalom volt. Remek voltál, mondhatom. Ne, se akar mindig szikülni.
Megmondom. Na, azt akartam, de már mindegy. Tudok neked. Tessék egy váza. Készített a vázákat, gondolom. Na, most lesz igazi nagy harc. Kicsoltasnak ott. Ezt nem tudom, mi lesz. Lehet, hogy ki fog fagyni a játék, vagy bemutatja ki ennek a sztoriát. Ha a nyerek természetesen. Megpróbálok mindenütt a nyílabb sinakot. Jó! Jó, akkor ez volt a vége, tehát Cinderellel. És igen, még lesznek ilyen videók, hogy nem a rendes karakterekkel fogjuk végigvinni, bár szerintem tudjátok, akik a többiek. Na szóval, hogyha tetszett ez a videó, és akarsz még ezt látni, akkor iratkozzál fel, ott van a leírásban, már a videó alatt, biztos tudod, és lájkold a videót. Sziasztok!